A rendezvényt a Kossuth téren dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke nyitotta meg. A karitatív tevékenység vagy filantrópia jelleggel embereken segíteni úgy gondolom, hogy mindig is fontos. A modern társadalomban gyakran elfelejtjük, hogy az egyéni érdekek érvényesítése, egy karrierépítése mellett szociális közegben, társadalomban élünk, amelynek alapegysége az, vagy alapfeltétele, hogy gondoskodunk egymásról, gondoskodunk szeretteinkről, és gondoskodunk azokról, akik mondjuk nem közvetlen kapcsolatban állnak velünk, de rászorulnak. Ez a kezdeményezés rendkívül fontos abból a szempontból, hogy felhívja az emberek figyelmét, emlékeztesse az embereket arra, hogy bizony vannak rászorulók, bizony vannak olyan különböző életkorcsoportokban élő emberek, akik betegséggel, problémákkal, szociális értelemben rászorultak, és segítséget igényelnek. Ez a kezdeményezés kiváló erre. Kiváló karcagi, közéleti személyiségek, sportolók, hírességek vesznek ebben részt egyébként. Úgy gondolom, hogy nem csak ezen a napon kellene erről emlékeznünk. Nagyon jó, hogy itt van a városban egy ilyen rendezvény, nagyon fontos, hogy a város közössége felkarolta ennek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy legyen ez csak egy gyújtópontja, egy sokkal hosszabb, sokkal tartósabb gondoskodásnak, hiszen a méltányosság az emberi társadalmak működésének az alapja. Most az hogy itt a nyár kezdetén itt van a télapó, ez úgy gondolom, hogy egy rendkívül kedves, meglepő, meghökkentő dolog, és hogy ezzel a beteg, rászoruló gyermekeket egy picit is meglepjük, és egy kicsit is mosolyt csalunk az arcukra, akkor a világon semmi baj nincsen belőle. Így van, a városnak kötelessége egyébként nyilván felölelni az ilyen kezdeményezéseket. Nagyon-nagyon szerencsés az, hogy én is részese lehetek ennek. Szívből remélem, hogy ez a kezdeményezés egyébként majd komoly következményekkel fog járni a jövőben arra, hogy minél többen és minél gyakrabban kapcsolódnak be hasonló ilyen karitatív kezdeményezésekbe. Zárt a szavait a Szónok, majd a Holdvirág zenekar zenés gyermek műsora következett. A közös fotó Mutass egy szívet elkészülte után a jelenlévő gyermekek, sportolók kisétáltak a főtérről a kórház díszudvarára. A hosszú sétát segíti a beteg és kisgyermekek lovasszekéren tehették meg a Kunlovarda jóvoltából. Mindenféleképpen újabb és újabb támogatókat szoktunk így mi is úgymond kapni, hiszen akik látják ezt a programot, utána megkeresnek, hogy tudnának csatlakozni hozzánk. Minden esetben azt szoktuk mondani, hogyha helyi szinten szeretné, akkor az adott kórházban vigye el. Mindig nyitottak rá, hiszen a gyerekeknek a záró jelentés mellé jó adni egy plüst, jó adni egy matricát, egy tetoválást, vagy akár csak egy kis kifestőt, és én úgy érzem, hogy erre nekik szükségük van, hiszen ők, mi azt szeretnénk, hogy úgy menjenek el, hogy ne rossz élménye. Persze kórházban lenni nem jó, az mindig egy negatív élmény, de mi pont azt szeretnénk, hogy egy kicsit másképp tudjanak rá gondolni, hogy azt mondják, hogy mi ez a maci, mi ez az érem. Igen, én voltam egyszer a kórházban, és ő már másképp gondol erre, és talán akkor így ő is erőt merít abból, hogy tényleg meg lehet gyógyulni, hiszen vannak bajnokaink, akik segítenek nekünk ebben. A gyerekekkel együtt sétált Labonc Sándor kerékpáros, Ball András birkózó, Sütő Edina kézisuli csapata, Szalka Andrea az évnői aerobik előadója, Nagy Roland cukorbeteg válogatott csapat tagja, a karcagi eskrima aranycsapat, a karcagi aikido egyesületből Veres Lajos és Ferenci László mesterek, a Deac Shotokan karate utánpótlás szakosztályának sportolói, Csigerné Szabó Ilona maratonista és az utánfutók csapata, és a télapó number one, aki Manausból, Brazíliából érkezett az eseményre. A díszudvaron Bugánné Jónás Mónika táncoktató közös táncra várta a gyermekeket, felnőtteket, majd a szívbajnokait. A szívműtött gyermekeket egy-egy macival és egy éremmel jutalmazták, Beck Mónikával, aki azt követően elmondta, hogyan került karcagra a rendezvény. Még a koronavírus járvány előtt felvettük a kapcsolatot Juhász doktornővel, szerettünk volna már akkor eljönni ezzel a Legyél te is szívbajnok kampányunkkal, de sajnos a járvány miatt ezt a eseményünket el kellett halasztani, hát 2,5 évet, közel 3 évet várni kellett arra, és mikor tavasszal megkerestem doktornőt, hogy nyitott-e rá, szeretné, ha idehoznám, természetesen látható a szervezés, nagyon nyitott volt rá, és természetesen a kórház is, mikor lejöttünk egy helyszíni bejárásra, akkor körbejártuk, hogy mit szeretnénk, hol
tudjuk megvalósítani, és akkor azt mondtuk, hogy akkor nekünk itt a helyünk. És a maga az országos kampánynak nagyon sok támogatója van, általában sport, sportszövetségek, sportolók, az ő ajándékaikat hozzuk le, hogy itt elhangzott a díjátadón is, a Magyar Kajakkenő Szövetség közel 500 érmet adott nekünk, hogy ezeket elvigyük a vidéki kórházakba, és minden olyan gyereknek, aki tényleg a gyógyulás időszakát éli, vagy éppen a kórházban bent fekszik, és megpróbál egy picit elindulni a gyógyulás útján, nekik adjuk át, mert valójában ők tényleg bajnokok. És akkor így jelképesen, ahogy látható, hogy felállhattak a dobogó legfelső fokára, bajnokok állhatjuk őket. A plusz maci, meg ugye a bajnok maci, az a kabalánk is, a Szibet a gyerekek kabalája, minden gyermek hazamehet egy macival, ezt meg egy szurkolói közösség dobta nekünk össze, és nekik hoztuk le ide a gyerekeknek. Én úgy látom, hogy amit én nagyon-nagyon a szívemen viselek, hogy nem csak egy bizonyos gyerekről beszélünk, egy olyan gyerekről, akinek van egy betegsége, hanem minden esetben a családot is bevonjuk. És itt ez Karcagon nagyon megmutatkozott, hiszen itt nagyon sokan érkeztek, elhozták a barátokat, nem csak a testvéreket, a nagyszülőket, eljöttek sportközösségek azért, egészséges sportoló fiatalok, akik majd egyszer talán a olimpiai bajnokok lesznek, vagy nemzetközi eseményeken vesznek részt, és ők jöttek el és sétáltak velünk tényleg kéz a kézben, hiszen látható volt, hogy hosszan kiígyózott a sétánk, és hogy tényleg mondhatjuk azt is, hogy a dísztértől egészen Karcagig ért a szívbeteg gyerekeknek a sétája és a hangja valójában. Mondta Beck Mónika, aki reméli, a mai kezdeményezés folytatódni fog Karcagon, és a beteg gyermekek meggyógyulva egy-egy ajándékkal mehetnek haza a kórházból.